különösebben hangsúlyozni, hogy a vasas és a fémnek van valami köze, ugye eredetileg is vas és fém munkások sportklubja volt. Nem kevesebb, mint 200 ezer karakternyi szövegben ma már lehet így beszélni, azt hiszem a fiatalokra főként. Idézzük fel a vasas történetét a kezdetektől az első osztályú évattól kezdve a legnagyobb sikereken keresztül a régi stadion záró mérkőzéseig. Nem egy lexikon, hanem itt történetek vannak, dátumokkal kezdődik minden, egyes szakasz, de történeteket mesélünk. Szerintem egy élő szöveg, természetesen nagyon fontos volt, hogy miután nem lehet, nem tudom én, Újpestig nem érhet a táblák sora, ezért hát minél szabatosabban kellett fogalmazni. Valószínűleg örökre meg van elevenítve az, amit a vasas jelent. És egyébként is az egész stadion erről szól. Szerintem, miután a világ valamennyi híres stadionját láttam mérkőzés közben is, nyugodt szívvel mondhatom, hogy ilyet sehol nem láttam még.